A vártnál sokkal jobb nyarat zárt a hagymatikum fürdő ebben az évben. Sikerükhöz a hosszantartó kánikula is hozzájárult, de programokból sem volt hiány a nyár folyamán. Ezeket többnyire makói cégekkel és intézményekkel közösen bonyolították le. A fürdő partnere volt a makói könyvtár, a kalandpark és az egészségfejlesztési iroda is, továbbá fúvózenekarok és néptánc együttesek. Egy szenzációs nyár áll mögöttünk, az időjárás nagy segítségünkre volt, de mi azért nem bíztunk mindent a véletlenre, tehát mindent az időjárásra, így nagyon sok programmal is készültünk a nyár folyamán, hiszen az már tapasztalat itt nálunk, hogy szívesen jönnek hozzánk a vendégeink a programjaink miatt is. Tehát itt voltak a sztár vendégek, volt jó sok program, ugye ellátogatott hozzánk Csepregi Éva, Aracki László, itt volt a Honey Beast, itt volt az Abba Sisters, Lajsz András, Somló Tamás, itt volt Kassa Tibi is. A nyugdíjas találkozó, a Rádió 88 strandparti és a háromnapos fürdőfesztiválnak köszönhetően sokkal többen érkeztek a hagymatikumba. Csak a fesztiválon 6000-en szórakoztak. A számok azt mutatják, hogy jóval több látogatót fogadtak idén nyáron, mint amire számítottak. Júniusban, júliusban és augusztusban 103000-en pihentek a fürdők fürdőjében. Ez az árbevételen is jól látszódik. Jó hír, hogy nem csupán nagyobb számú, de egyre több a visszajáró vendég is. A három nyári hónap alatt, tehát ugye június az gyakorlatilag fél hónap a szünet szempontjából itt nálunk, több mint 100000 vendéget jelent, tehát ez a teljes vendég létszámnak egy harmad része, gyakorlatilag egy negyede. Az árbevétel szempontjából viszont egy nagyon fontos tényező az, hogy a július-augusztusi hónapok a teljes árbevételünknek is, ez a két hónap a teljes árbevételünknek az egynegyedét kiteszi. Ám a nagyobb árbevétel nagyobb költségekkel is jár. Ahhoz, hogy a hagymatikumban minden vendég megfelelő szolgáltatást kapjon, plusz 20 diákmunkást vettek fel a szezon idejére. A nyár ugyan véget ért, de a jövőben sem kell csüggednie annak, aki a makói fürdőben szeretne pihenni. Kedden nyugdíjas nap lesz, szeptember végén pedig indián nyárparti. Az év hátra levő részében pedig szintén programokkal és akciókkal kedveskednek a jeles napokon a vendégeknek.